Csodálatos, szép jó reggelt kívánok nektek ezen a gyönyörű augusztus 24-i szombati napon. Szóval tudjátok, hogy ma milyen nap van, amikor felveszem ezt a videót, és igen, megint az autóban vagyunk, mert hogy úton vagyunk Hollandia felé. Van Hollandiában jó pár strand. Micsoda újdonságot árulok el ezzel nektek. Viszont van egy kivételes strand, ahol tavaly is voltunk. Azt hiszem, hogy kb. Háromszor is sikerült eljutnunk oda. Méghozzá Zandvoortról van szó, ami Haarlem városa mellett van. Haarlem ugye Amsterdam mellett van. És most ide tartunk mi is, mert hogy gyönyörűséges az idő. Itt Németországban egy ilyen két, de az is lehet, hogy már 3 hete kb. Ilyen 20 fok van. És folyamatosan el van borulva, és gyakran esik az eső, ami nem olyan nagy baj, mert ugye előtte nagy szárazság volt, viszont valószínű, hogy ez az utolsó olyan augusztusi hétvége, ami ilyen szép napsütéses és meleg, úgyhogy mindenképpen ki szerettük volna használni, és arra gondoltuk, hogy nekem ugye nagy szívem vágya, hogy erre a strandra minél gyakrabban eljussunk, amilyen gyakran csak lehet. Idén még nem voltunk ugye az én betegségem, utána lábadozásom miatt, viszont most már még mindig kell használnom ilyen vízálló septapaszt a köldökömnél, de most már érzem magam annyira jól, hogy belevágunk és elmegyünk. Maga az út az kb. Ilyen 2,5-3 óra, ugye attól függ, de megéri, mert hogy utána majd meg fogom nektek mutatni, gyönyörű maga ott ez a strandrész, és én nem nagyon szeretem az élő vizet, és félek tőle, viszont bele szoktam menni a tengerbe egy picikét. Csak egy picikét, de legalább belemegyek. Tudjátok, mit szeretek Hollandiában? Hogy minden olyan csodálatosan lapos. Nem gondoltam volna, hogy ennyire alföldi lány vagyok, és nagyon szeretem a hegyeket, mert szerintem gyönyörűek. Viszont valahogy mindig ott érzem igazán magam otthon, ahol minden ilyen szép lapos. Zandvoortnál, ahova ugye megyünk, van egy autós pálya, és valószínű, hogy az előbb látott autó, és ez az autó is oda tart éppen, mert hogy már amúgy elég közel is vagyunk, és hogy velünk majd szépen ott róják a köröket azok, akik ebben lelik örömünket. Megálltunk Haarlemben egy kis bevásárló szünetet tartani, mert hogy bemegyünk a Lidlbe megvásárolni a reggelinket, meg esetleg amit magunkkal viszünk a partra, mert ott is van lehetőség ilyen mindenféle kajás bódékból vásárolni valamit, úgyhogy majd meglátjuk. De most egyelőre reggelire vadászunk. Ez a hungását? Ja. Martin éhes. Megvettük a reggelit, és ki az, aki nem tud várni? Ki az? Was ist du da, baby? Ein Rosinen. Ez ilyen édes zsemleszerűség, amiben mazsola van. Imádja az ilyen édességet. Látjátok, hogy ez így? Na mindegy, ráfér. És kérem szépen, egy holland utcakép, takaros kis házak, és mindenhol bicikliút. Rengeteg biciklis van amúgy úton, itt most pont nem látok egyet sem, de amúgy minden jelzőlámpánál biciklisek várakoznak. És ahogy látjátok, remélem, hogy látjátok valamennyire, nekem annyira tetszenek ezek a tipikus holland házak, szerintem nagyon kis hangulatosak, kis takarosak. Gyönyörű rendben tartott közterületek. Tényleg egyszerűen látszik, hogy rendben van tartva az egész környék is, hogy oda van figyelve így a városképre, a környezetre. Nézzétek meg, ide kiül szépen a csatorna mellé, a fa alá, és el vagy, mint Marci hevesen, mert egyszerűen szép. Kutyát sétáltatsz, biciklizel itt, ott például van egy óriási hattyú. Nagyon szép. Ahogy közeledünk a strand felé, egyre több dűne bukkan fel a semmiből. Nagyon-nagyon jól néz ki. Ott pedig már a strand van. És itt, ahogy látjátok, a bicikli úton, a simán az autóút mellett rengetegen vannak úton biciklivel, mindenféle utánfutókkal, gyereküléssel, gyerekülés elől, hátul, és egyszerűen ők is mennek majd, hát gondolom a strandra, vagy valahova máshova. Itt van ez a szálloda. Remélem, hogy nem remeg nagyon a kamera, csak itt mindenféle hubbanók vannak amúgy az úton. És az ott már az Északi-tenger. Gyönyörű, imádom ezt a látványt. Most az a feladatunk, hogy találjunk egy üres parkolóhelyet. És itt rögtön a stranddal szemben itt van az az autópálya, amiről beszéltem az előbb nektek, hogy valószínű ide jöttek. Ezek a régi autók, ami mindjárt itt velünk szemben is jön. Szerintünk itt van valami találkozójuk. Na, itt fogom most leteszteni, hogy mennyit ér ez a zajvédő.
Remélem, hogy hallotok valamit, mert hogy egy picit szeles az idő, de amúgy elképesztő. Nem tudom, az én lelkem mindig úgy örvendezik és megnyugszik, amikor itt vagyok, mert szerintem gyönyörűen néz ki. Ezek itt amúgy ilyen kis nyaralók, amiket sokat lehet közülük bérelni is, és akkor itt ébredsz arra, hogy itt a tenger, és úgy azt mondod, hogy arról hallod a tenger morajlását, amit egyszer nagyon szeretnék átélni majd én is. Ezt nézzétek, milyen király, felnőtt gyerek, egybe bicikli. Ez pedig annak a tökéletes példája, hogy milyen pöpecül meg lehet oldani, hogy a gyereket is magaddal tud vinni, de ugyanúgy két keréken tud közlekedni. Na, és itt is vagyunk, itt kell lemennünk, utána kiválasztjuk magunknak, hogy hol szeretnénk letenni a sátrunkat, plédünket, szóval a cuccunkat, és utána szerintem én rögtön meg is nézem, hogy milyen hőmérsékletű a víz. Na, kinek van a legkirályabb, legkényelmesebb sátra? Hát nekem. Jó, persze Martint is beengedem, de ő hozta magával a napernyőjét, de is my baby, meg a plédet. És most pedig muszáj megnéznem, hogy milyen hőmérsékletű a víz. Hát nem mondom, hogy azonnal nyaki merülök benne, de azért vannak bátrak, akik már benne vannak a vízben. Én még szerintem várok egy kicsit, hogy melegedjen a hőmérséklet hozzá, de biztos jól fog esni majd egy kicsit itt hűsölni. Voltunk olyan bátrak, és mégiscsak belementünk a vízbe már most, ilyen 11:30 körül van. És azt kell mondanom, hogy amíg belemegy az ember, addig hideg, viszont utána abszolút elviselhető, és azért hunyorgok, mert iszonyatosan erős a fény, és direkt levettem a szemüveget. Komm el, baby, dann zeig ich dich auch. És képzeljétek, hogy nagy meglepetésemre Martin is bejött velem a vízbe. Du bist auch ins Wasser reingekommen. Ja. Pedig nem hittem volna. Azt mondja, hogy megmentett. Ich hab keine Rettung gebraucht. És most egy kicsit szárítkozunk, szerintem megreggelizünk, és úgy bologat, mintha érteni, hogy miről van szó. És utána folyamatosan ez lesz a mai programunk, hogy vízből be, vízből ki. Szerintem legutóbb is csináltam úgy, hogy egyszerűen oda mentem a vízhez a fejhallgatommal, és leültem egy fél órára, órára. És nemes egyszerűséggel csak zenét hallgattam, és nagyon-nagyon jó volt. Közben olyan fura, mert hogy itt van ez a zajvédő a kamerán, és emiatt nem látom így a kijelzőt. És azt kell mondanom, hogy igen, megint én vagyok a strand kövére, és bikiniben vagyok, és látok tekinteteket, de szarjátok le, komolyan szarjátok le, mert nem éri meg, hogy elrontsa a napotokat, még akkor sem, hogyha kinéznek az emberek, mindenhol vannak bunkók. Aktív semmittevés zajlik éppen. És megmutatom, hogy milyen gyönyörűséges ég tárul elénk. Néha elszáll egy-egy csirály, egy-egy pillangó. Sziasztok! Was hast du eben gelernt? Uns geht's gut hier. Nagyon jól érezzük itt magunkat. Nagyon jól érezzük magunkat. Majdnem. Was geschafft, baby? What? Majdnem sikerült neki kimondania. Mach aus, bitte, ich möchte ein bisschen chillen. Was machen wir gleich, baby? Mindjárt megesszük az ebédünket. Ugye mondtam, hogy voltunk bent a Lidl-ben, és vettünk nekem tonhalsalátát, Martin pedig ilyen uborkasalátát vett magának, és még otthonról hoztunk ilyen zöldségfasírtot. Szóval most megebédelünk, és élvezzük ezt a kilátást, amit most ez a sátor egy kicsit eltakar előlünk, de amúgy csak más irányba fordítom a fejem, és már is gyönyörű a kilátás. Elaludtunk egy kicsit így ebéd után. És Martin még mindig passzol abba a kis árnyék részbe, ami ott van. De hamarosan, hogyha már nem fog, akkor muszáj leszek felébreszteni. Thank you.
Este 6 óra van már, és hát még mindig nagyon sokan vannak, de azért folyamatosan mennek haza az emberek. Mi még szerintem maradunk egy kicsit, az előbb is megmártóztunk. Martin valószínű utoljára jött be a vízbe, én még szerintem leszek olyan merész is, még egyszer bemegyek. És korrigálni szeretném magam, mert nem Zandvoortban vagyunk, az itt van mellettünk. Nem választja el így szerintem egy ilyen 200 méter. Wie weit weg ist Zandvoort? 200 méter, 300, also ungefähr. Ilyen 200 méterre van kb. Ez a partszakasz, amit Zandvoortnak hívnak, mi pedig a Bloemendaal partszakaszon vagyunk. Csak hogy korrigáljam magam, viszont semmi jelentősége nincsen, mert itt folyamatosan egymás mellett vannak a különböző strandok, és nem választja el őket semmi, csak mindegyiknek más a neve. Az idő még mindig csodálatos, gyönyörű, nem éget meg egyikünk se, ami a rendszeres fényvédelemnek köszönhető, úgyhogy ti is fényvédőzetek. Tényleg ilyen 2 óránként mi is újra kentük magunkat. Illetve ez a sátor szerintem, én AliExpressről rendeltem még tavasszal körülbelül, és tavaly ezt nem használtuk végül itt, viszont úgy voltam vele, hogy idén elhozzuk és felavatjuk, és nagyon-nagyon jó szolgálatot tesz, mert hogy ilyen UV szűrős is, ha minden igaz. Szóval nagyon elégedett vagyok vele, és szerintem azt hiszem, hogy ilyen 14 vagy 15 euróért rendelhettem. Linket nem tudok, de biztos találtok ehhez hasonlóakat. Igen. Most pedig azt hiszem, hogy... Baby, was machst du? Már megint teszik a drágám. Nem baj. Hadd igen. De igen, azt hiszem, hogy még egy kicsit napozunk, illetve van velem egy könyv is, amit elkezdtem ugyan olvasni, viszont nem olvastam még belőle túl sokat, a hatalom. Mert hogy képzétek el, hogy bealudtunk mind a ketten. Én szerintem csak egy ilyen negyed órát aludtam, viszont olyan pihentető volt, hogy azt elmondani se tudom. Egyszerűen valami csodálatos érzés volt. Martin viszont egy majdnem egy órát hunyt, de fel is vettem ugye nektek. Annyira megnyugtató itt komolyan. Amikor itt vagyunk, én nem gondoltam soha, hogy én ilyen nagyon tengerparti lány vagyok, de amikor itt vagyunk, akkor olyan érzésem van, mintha így megnyugodna a lelkem, ahogy látom ezt a gyönyörű, elém tárulkozó hatalmas víztömeget, és hiába félek így belemenni a mindenféle élővízbe. Most is belementem, és egyszerűen csodálatos érzés, és nyugalom, és Istenem, hogyha itt laknék a környéken, biztos vagyok benne, hogy minden nap sütötte napon kijönnék a strandra, ha csak egy fél órára is, de egyszerűen olyan megnyugtató hangulata van. Tök jól el tudom amúgy képzelni, hogy itt simán lehetne reggelente jógázni is. Sőt, tavaly, amikor voltunk, akkor valamilyen csoportos edzést is megfigyelhettünk itt. Szóval ki lehet ilyesmire használni azt, hogyha valakinek megadatik az a lehetősége, hogy ilyen gyönyörű természeti csoda mellett lakjon. Igen, ahogy mondtam, megyek olvasni és még egyelőre élvezni a napsütést, meg hogy itt vagyunk. Egész nap arra vártunk, hogy mikor jön a jégkrémes kocsi, mert hogy tavaly nyáron többször is volt szerencsénk hozzá, és csak most jött először. Martin pedig a B-vacsban érzi magát, és jön futva a jégkrémemmel. Na, szia! Na, szia! Was hast du mir gekauft? I wanted to buy coconut, aber der hat nur coconut gehabt. Gut, danke schön. Leider hat der Kokosnuss ausverkauft, also hast du mit Mangel. Danke schön! Azt hiszem, hogy ez volt a mai utolsó csobbanásom, hát most már nem mentem annyira bele. De egyszerűen csodálatos volt a mai nap, és végtelenül hálás vagyok érte, mert ez a nyár számomra nem volt olyan jó, tudjátok az okát, hogy miért nem, viszont ez a nap komolyan úgy érzem, hogy kárpótolta az utóbbi hónapokat, már csak azért is, mert hogy itt mindig annyira jól érzem magam, és mindig úgy érzem, hogy teljesen feltöltődöm, illetve egyszerűen tökéletes volt minden. A víz, a tengerpart, az időjárás, Martinnal, szóval ez egy nagyon-nagyon jó nap volt. Szerintem így kamerán keresztül sajnos nem jön át annyira, hogy mennyire hihetetlenül gyönyörű ez az aranyhíd. De megpróbálok egy kicsit ráközelíteni, hát hogyha... Ó, igen. Így talán látszik belőle valami. Gyönyörű.
Lement a nap, és mi is felveregettük magunkat a partról. Megyünk az autóhoz, és indulunk haza. Mi spät ist es eigentlich? Olyan 8:30 körül van. Gyönyörű nap volt, ahogy ezt már említettem nektek. Vasárnap reggel van. 9:30 múlt. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon későn feküdtünk le tegnap. Jobban mondva, ma. Mert hogy éjfél is elmúlt, amire hazaértünk. És utána szerintem ilyen 1:30 körül feküdtünk le, mert ugye a tengervizet meg a homokot le kellett mosni magunkról mind a kettőnknek, meg a macskákat elláttuk. Pakolászni nem igazán pakoláztunk, de nem is igazán van mit. Na mindegy, úgyhogy én már fent vagyok, Martin még alszik. De szerintem lassacskán ő is felébred majd. És készítem a kávémat. Mostanában megint ilyen főzős kávét főzők a kis kotyogósommal, méghozzá ebből a kávéból, ami hihetetlenül finom amúgy, és nem mellesleg fair, szóval nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlni, hogyha láttok valahol ilyet. Igen, először lefőzöm a kávémat. Martin is felébredt, és várjátok, megpróbálok a fényen állítani. Hát nem nagyon sikerült, de a macskák... így jó. A macskák rögtön letámadták. Új, kis pocak. 11 óra múlt, úgyhogy most már tényleg ideje úgymond elvégeznem a reggeli arcápolási rutinomat. És mindig ilyenkor van szófosásom is. Aminek az apropója most az, hogy egy pár nappal ezelőtt felvettem egy videót, amit ma szeretnék közzétenni. A gyermekbántalmazásról szól ez a videó, és közzé fogom tenni. Viszont félek tőle. Mármint nem igazán a reakcióktól félek, bár arra is kíváncsi vagyok. Egyszerűen attól félek, hogy ennyire kitárulkozok ezzel a témával kapcsolatban. Viszont amikor felvettem ezt a videót, akkor tényleg remegtem, annyira nem izgatott voltam, nem az a jó szó miatt, a videó miatt, hanem én amikor ilyen dolgokról beszélek, akkor olyan, mintha újra és újra átélném az egészet, szóval nagyon nehezen viselem, hogyha erről kell beszélnem. Viszont amikor készen lettem a videóval, akkor utána úgy éreztem, hogy jót tett, hogy ezt így kiadtam magamból. És egyetlen egyszer néztem vissza a videót, azokat a videókat, amiket így felveszek, kb. Kétszer vissza szoktam nézni. Egyrészt, hogy így, főleg, hogyha meg vannak így vágva, úgymond, hogy az jól sikerült, utána pedig így a tartalmára is odafigyelek. Viszont ezt így egyszer tudtam megnézni, és feltűnt, hogy egy pár dolgot elfelejtettem, amit mindenképpen el szerettem volna mondani. Mindegy, nem fogom újra felvenni ezt a videót, örülök, hogy így túl vagyok rajta. És hogyha úgy alakul, akkor ezekre pedig majd a hozzászólásokban fogok reagálni, mert szerintem van egy-két olyan dolog, ami lehet, hogy így felmerül majd ezzel kapcsolatosan. Na mindegy, most azt hiszem, hogy tényleg minden bátorságomat összeszedem, és elérhetővé teszem ezt a videót. Utána pedig vagy olvasok, vagy én is elkezdek YouTube videókat nézni, nem tudom, a mai nap az abszolút a pihenésről szól. Gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy a fürdőszobát ki kéne takarítani, mert hogy ráfér. Nem tudom, hogyha eljutok odáig, akkor majd úgyis megmutatom így nagyjából, de ha meg nem, az se baj, mert holnap is van nap, időm is van, mert holnap be kell mennem majd Kölnbe. Az iskolával kapcsolatosan lesz megint egy időpontom. Mert hogy amellett, hogy vannak azok az előadások, amikre be lehet, vagy érdemes bejárni, amellett az iskola kínál négyféle programot is az olyan vendéghallgatóinak, mint amilyen én is leszek, azaz, hogy külföldön szerzett diplomát szeretnénk itt Németországban honosítatni, úgymond.
És ezzel kapcsolatosan kértem egy időpontot, hogy megtudjam, hogy akkor milyen programokra tudok jelentkezni. Van olyan program is, ami a szakmai nyelvet erősíti, viszont erre a programra már beteltek a helyet és helyek, és kértem a hölgyet, hogy tegyen fel mindenképpen a várólistán, hát hogyha valaki lemondaná, és így még bekerülhetnék. Mert hogy ez nagyon-nagyon fontos lenni, de remélem, hogy így az iskolán belül is lesz majd még ilyen lehetőség a nyelv fejlesztésére. De ezt majd szeptember 14-én tudom meg, mert akkor lesz egy ilyen információs nap, amikor segítenek felvenni a tanulmányi rendszeren keresztül azokat a tárgyakat, amikre be kell járnom, és a többi, és a többi. Szóval most már minden úgy néz ki, hogy elkezdődik ezzel kapcsolatosan is, ami tök jó, mert nagyon várom. Tartok tőle, de nagyon várom. És most így már megint össze-vissza kalandoznak a gondolataim. De igen, az a lényeg, hogy a mai nap pihenéssel fog eltelni. Nem tudom, hogy mit mutatok még majd nektek, vagy mit nem, de tudjátok szerintem ti is, hogy lehet pihenni. Szinte sose veszi fel, amikor hívom. Na, csá! Na, jó napot, te is, asszony! Na, mit hollandiáztok? Hát, strandoltunk, már itthon vagyunk amúgy. Jaj, de jó! 7 óra múlt, mire arra eszméltem, hogy hoppá, hát én ma főzni akartam valamit, nagy főzés már nem lesz. Azért mutatom meg, hogy mi lesz mégis a vacsoránk, hogy lássátok, hogy senki sem tökéletes. Velem is előfordul, hogy bár szeretek főzni, semmi kedvem vagy energiám nincsen már nekiállni tényleg valami rendes dolgot elkészíteni. És ilyenkor bizony előfordul, hogy ilyen zacskós, poros dolgot veszek elő, nem túl gyakran. De megesik, úgyhogy nem fogom letagadni. Ez a tészta, ez ilyen spenótos tészta és a Lidlben kapható, illetve ilyen vegetáriánus szeletet fogok hozzá sütni. Valamint, hogy egy kis egészséges dolog is legyen benne, párolok egy kis fagyasztott zöldséget, itt pedig már a víz forra tésztának. Úgyhogy gyorsan nekiesek, szerintem egy ilyen negyed órán belül vacsorázhatunk is. Na, hát már meg is vacsoráztunk, és 8:30 lesz nem soká, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a vlogot lezárom itt. Itt szállingózik egy ilyen kis légy, és mindjárt az idegeimre megy. A délután folyamán az aktív pihenésnek adtam át magam. Nem takarítottam fürdőszobát, nagyon kis naív elképzelés volt ez a részemről, hogy én ma vasárnap fürdőszobát fogok takarítani. Amúgy is szoktam igyekezni arra, hogy közben a szemüvegem párásodik, hogy a vasárnap tényleg a pihenésről és a kikapcsolódásról szóljon. Úgyhogy igen, YouTube videókat néztem, illetve felvettem nektek, hogy felhívtam az egyik barátnőmet, aki szintén Németországban lakik, Vandát. Tudjátok szerintem, akik nézitek a vlogomat, hogy őt is látogattam meg Feelingen-Schwenningenben. Vele beszélgettem egy picit, az ilyen apró kis beszélgetések mindig jól esnek. Most pedig még két dolgot szerettem volna nektek elmondani. Az egyik az, hogy egy ideje keresek olyan hajápolási termékeket, ami cruelty free, és emellett jók is. Drogériában annyit tudok, hogy a Balea, a DM saját márkás terméke, ugye nem tesztel állatokon, viszont én nem igazán szeretem a hajápolási termékeit, mert amit eddig kipróbáltam, az nem igazán vált be. Viszont a John Frieda hővédőm elfogyott, és nagyon szerettem volna új hővédőt venni. És a Douglasnál itt Németországban lehet kapni a Maria Nila nevű márkát, ami azt hiszem, hogy egy svéd márka, és megrendeltem a hővédőjüket. Nem mondom, hogy olcsó, mert egyáltalán nem az sajnos. Viszont cruelty free, vegán, és elvileg a csomagolás is újra hasznosított, szóval elég jó kis márkáról van szó, és az illatáját én egyszerűen oda meg vissza vagyok. Ahogy mondtam, nem túl olcsó, és hogyha esetleg ti tudtok más olyan állatkísérletmentes hajápoló termékeket, amik jók, akkor nyugodtan ajánljatok valamit. Ahogy mondtam, én a drogériában szétnéztem, és tudom, hogy volt, aki írta, nem is tudom, mit említettetek. Én már nem, meg nem mondom, de azt hiszem, hogy tényleg a Balean kívül semmi más nem találtam, ami tényleg cruelty free lenne. De lehet, hogy nem, szerintem tényleg csak a Baleát találtam. Szóval így kötöttem ki el mellett, és imádom az illatát.
hűvédőknél én sose tudom megmondani, hogy tényleg hatékony-e vagy sem, viszont elhiszem neki, hogy óvja a hajamat. Szóval ezt akartam nektek mondani. A másik pedig, amit még nem is mondtam, a héten derült ki, képzeljétek el, hogy megkapta Martin azt az új munkát, amire jelentkezett, úgyhogy nagyon örültünk a hírnek. Szeptember 2-án kezdett az új munkahelyen, hogyha minden igaz, még egyetlen egy dolog van, amit le kell beszélniük a munkaadójával, vagy hát a leendő munkaadójával, de abból indulunk ki, hogy tényleg az övé most már az állás, és igen, ugyanabban a raktárban fog dolgozni, mint ahol az öcsém is. Ez a raktár egy ilyen relatív kicsi raktár, azt hiszem, hogy ilyen 80 alkalmazottal dolgoznak, és itt van a szomszédvárosban. Elég hamar odaér, illetve bio, nagyrészt vegán termékeket forgalmazó webáruházakat látnak el áruval, illetve ilyen kis reform és bioboltokat. Szóval tök jó, tökre örülök neki, és igen, ezt akartam így veletek megosztani, hogy van egy jó hír, ami így a héten történt velünk, és elmondtam mindent, amit akartam, ugye? Valamit még akartam szerintem, de nem. Nem, most már szerintem kezdek én is egy kicsit fáradt lenni, meg beütött a kajakóma is. Ahogy láttátok, nagyon-nagyon egyszerű vacsoránk volt, és nem nagyon szoktunk ilyet enni. Mostanában olyan sokszor használom ezt a kötőszót, és csak folyamatosan bővítem vele tovább a mondandómat, úgyhogy nincsen vége, igyekszem leszokni majd róla, odafigyelni rá. Szóval igen, megvacsoráztunk. Ilyen vacsora nem sokszor van nálunk, nem tudom, mondjuk havonta egyszer, viszont előfordul. Mert én is emberből vagyok. Szóval, remélem, hogy tetszett nektek ez a vlog, remélem, hogy láttatok bármi érdekeset, remélem, hogy Hollandia tetszett nektek. Én ma is még olyan, tudjátok, amikor a boldogságtól, hogy kicsit olyan ellazultak vagytok, vagy olyan kicsit tompák, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt az állapotot körülírni, még ma is ennyire kihatással volt rám a tegnapi nap. Szóval nagyon-nagyon jó volt, és azt hiszem, hogy ránk fért. Illetve azt is érzem, hogy megkönnyebbültem, hogy kitettem, közé tettem ezt a videót. És az is jó érzés. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy tetszett. Találkozunk legközelebb. Addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!